A Quartetissimo Európai Vonós Négyes Fesztivált két évvel ezelőtt indították útjára a Fehérvár Csurgói Kastélyban. A koncerteket a ProQuartet Európai Kamara Zenei Központ és a Károlyi József Alapítvány együttműködésében szervezik. A Vonós Négyes Fesztivál célja, hogy elősegítse a klasszikus zenekultúra terjesztését és megismertetését Magyarországon, különös tekintettel a Vonós Négyes műfajára, és természetesen azt is fontosnak tartják, hogy a fiatal közönséggel megismertessék magát a műfajt. A Vonós Négyes különleges műfaj, hiszen benne van az egymásra találás és az összehangolódás négy hangszer és négy alkotó művész között. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy ebben a Fehérvár Csurgói Kastélyban, ahol egy európai kulturális találkozó központot működtetünk, olyan eseményeket szervezünk, amelyeknek valamilyen kötődése van az európaisággal. Tehát minden olyan esemény, amit itt szervezünk, mindig azt kívánja elősegíteni, hogy Magyarország egy európai ország, és az akar lenni. Hagyományosan három együttes lép fel minden évben. Idén Hollandiából, Csehországból és Franciaországból érkeztek a Vonós Négyes együttesek. A fellépőket a ProQuartet Egyesület választja ki és hívja meg a háromnapos fesztiválra. Az elvárás az, hogy több európai országból válasszunk ki együtteseket, és minden egyes országból, ez minden évben változik, azokat kérjük fel, akik a legtöbbször fiatal tehetségekből állnak, és akik legjobban képviselik az adott országnak az éppen aktuális Vonós Négyes gyakorlatát, hagyományait. A háromnapos fesztivált a francia Quatuor Zét koncertje zárta. A Vonós Négyes 2009-es alapítását követően számos rangos elismerést nyert el. Tagjai szenvedélyes zenészek, akik most is elvarázsolták a közönséget. Négy hölgyből áll a Vonós Négyes, 26 és 30 év közöttiek a tagjaink. Nagy szerencsénk van, hiszen négy különböző egyéniség talált egymásra úgy, hogy valóban jól működik a játék. Mind a négyen nagyon szenvedélyes zenészek vagyunk, és örülünk, hogy együtt játszhatunk. A fesztivál nagy népszerűségnek örvend a zenekedvelők körében, így az idei évben is sokan látogattak el a Fehérvár Csurgói Kastélyba. Jövőre pedig újabb európai fiatal tehetségeket ismerhetnek majd meg, hiszen a tervek szerint lesz folytatása a Vonós Négyes Fesztiválnak.